első feladatban egy szótagladával álljatok körbe, itt a színes korongok köré. Dobom a labdát, és amelyik szót kapod, szótagold el. Hóember, hóember. Mondjuk másnak, jégvirág. Jégvirág. Ügyes? Jégeső. Jégeső. Hólapát. Hólapát. Fenyőfa. Fenyőfa. Szaloncukor. Szaloncukor. Nagyon jó. Mézes kalács. Mézes kalács. Ügyes. Hangverseny. Hangverseny. Társas játék, amit karácsonynak akarsz. Játék. Igen. Kosárlabda. Kosárlabda. Na, dobd annak, aki még nem volt. Hátizsák. Hátizsák. Kinál volt még toltartó. Toltartó. Így van. Földgöm. Földgöm. Üveggolyó. Üveggolyó. Nagyon ügyes, és az utolsó, nyújthatja is a kezét, aki még nem volt, Málna ször. Málna ször. Nagyon ügyesen szótagoltatok. Következő feladatban is a főnevet fogjuk gyakorolni, csak azon belül is a tulajdonnevet. A nálam van a játékkal. Álljatok félkörbe, itt a padok előtt, és hozzon a kártyát, ad hozzá. Mindenki kap egy kártyát. A játékot én fogom kezdeni. Még maradt kártya. És akkor figyelj. Nálam van a kezdés. Kinél van egy ország neve? Nálam van a Magyarország szó, kinél van egy fiú neve? Nálam van a Tamás név, kinél van egy folyó neve? Nálam van a Tisza szó, kinél van egy kutya neve? Nálam van a Petőfi Sándor név, kinél van egy kutya neve? Nálam van a Rex név, kinél van egy kivites neve? Nálam van a Föld szó, kinél van egy mese címe? Nálam van a Hófejéke és a Hétkörtesség, kinél van egy Márka név? Nálam van a Tibi Csoki, kinél van egy kispány neve? Nálam van az Ágnes név, kinél van egy újság neve? Nálam van a Tudorka szó, kinél van egy vers címe? Nálam van a Nemzeti dal, kinél van egy hegység neve? Nálam van a Mátra szó, kinél van egy könyv címe? Nálam van a Nézszereti kerekerdő cím, kinél van egy tó neve? Nálam van a Balaton szó, kinél van egy megye neve? Nálam van a Csongrád megye, kinél van egy intézmény neve? Nálam van a Barba Tamás általános iskola, kinél van egy híd neve? Nálam van a Lánc híd, kinél van egy személy név? Nálam van a Farkas Zsuzsanna név, kinél van egy város neve? Nálam van a Kormadány vásárja neve. Szó, én vagyok az utolsó, ügyesek voltunk. Itt már ügyesek voltatok, köszönöm a a mocsárjárás. Itt előttetek zajlik ez a játék a színes körök körül. Énekeljük az Egy boszorka című dalt, és hogy a tapsolok csak olyan korongra léphetsz, ahol főnevet találsz. Ha nem találsz ilyen korongot, akkor kiállsz ide a pad köré. Jó? Figyelj! Egy rajta! Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskorban innek. Vagy elálltál az igéről és számnévről, nagyon jó. Köszönöm, tökéletes. Indulunk tovább. Egy rajta. Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskot farni megy, a harmadik itt a padon, a dudáját fújja nagyon. Jó, ügyes, aki nem találsz főnevet. Vagy eljel, nagyon jó, indulhatunk tovább, egy rajta. Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskot vanni megy, a harmadik.
következő körben, akkor még lesz lehetőségetek rálépni. Egy rajta! Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskorkarni megy, a harmadik itt a padon, a dudáját fújja nagyon, de szép hangja van. Dan-a-dan. És most befejezzük a főnevek gyakorlását, most elutazunk Számországba, mégpedig vonattal. Megy rajta! Megy a Zsuzsi vonat, kattognak a kereket, viga mindegyeknek az iskolás gyereket. Tudod nagyon. És Saci meg Emily, melyik megyében lakunk? Csomeredre!
vezetője? C. B. 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 Bemondta hamarabb. Jó, tapsoljuk meg előtt. Következő feladattal a szorzást fogjuk gyakorolni, és a beanfoglalást. Szorzott vágmány nevű játékkal. Ki szeretne szárbajozni? Suki. Jó, akkor ezt neked adom. Benni, ha itt van előtted, legyen a tiéd, jó? Arra kérlek, hogy kicsit húzzátok szét a kört, és Benni meg Suki menjenek hátra. Az osztály feladata, hogy Suki és Benni föl fog mutatni egy számkártyát, ők a szorzatot mondják. Sukinak ki kell találni, hogy Benninél hány a számú kártya van, vagy Benninek, hogy Sukinál hány a számú kártya van, ellentétes műveletet tudja ezt megoldani. És az osztályt kérem számlálni a párbajhoz, kezdetet előkészíten. Indulhat. 16. Így van. Huszonnégy. Nyolc. 42. 42. 6. Itt mind a kettőtök kap egy pontot, mert egyszerre mondtátok. És nyolc. 48. Így van. 8, 9. Így van, nagyon jó. 10, 10, 10. 2. Így van, és Suki elért az 5-ig, egyszerűen köszönöm a játékot. Állj a padról, és most az utolsó feladatnál matematikából két csoportban fogunk dolgozni. Az egyik csoport logikai lapokkal fog dolgozni, a másik csoport pedig legókkal. A logikai lapokhoz, ide a táblához kérem Sacit meg Marcit. Jó, ott találtok egy kosarat. Az lesz a feladatotok, hogy a csiga vonalon helyezzétek el fölvált a párban dolgozva a logikai lapokat, mégpedig az legyen a szabály, hogy az egymást követő lapok között csak egy tulajdonságbeli eltérés legyen, tehát csak egy tulajdonságban különbözhet. Vagy színe, vagy formája, lyukas, nem lyukas, jó? Aki előtt ugyanilyen csigavonalas táblázat van, ő is ezt a játékot játsza, és ők elkezdhetik a feladatot. A legos csoport, a Rebeka meg Zsófi titeket megkérdezik, hogy ezt a legos szőnyeget hozzátok előre. Jó, ti azon fogtok itt elől játszani. Kaptok egy alaptáblát, utasítást, legó elemeket, és Beniék előtt van még legó, meg Jankáék előtt, nekik is az lesz a feladat, hogy az alaplapra a legó elemeket az utasítások szerint helyezzék rá, amit a kis papíron találnak. Ezek az utasítások irányok lesznek. És egy aranyos kis alaplapot fogtok kapni, ha elkészültök. Kezdhetitek a játékot. Thank you.
Most arra kérlek benneteket, hogy álljatok ide egy vonalba, mert ha már itt egy harang alakul ki, akkor a vendégeinktől egy harangjátékkal búcsúzzunk el. Gyertek vele honnan ki, és akkor ezt hátadjuk. Ide elégedtek. Ide elég egy vonalba, jó? A Varga Tamás féle módszertannak köszönhetően tudjuk, a tanulás lehet olyan, mint a játék. A megismerésnek, a készségek gyakorlásának vidám formája. Itt mi szeretjük kipróbálni magunkat, és megélni a felfedezés örömét, amit ugyanúgy segít a logikai lapok használata, mint a Lego. Köszönjük Horváth Tína és Galamb Ágnes tanítónőknek és a 4. B osztályos gyerekeknek, hogy bepillantást engedtek a hétköznapokban zajló munkájukba. Ezzel a mi munkánkba is. Célunk volt megmutatni az órarészlettel, hogy a tanulás nálunk élmény, örömet okozó tevékenység. Olyan csoda, amelynek segítségével kis tudósoknak érezhetjük magunkat. Az iskolában használt eszközeink, játékaink sokfélék, de a tanulságokhoz csak az jut, aki elkészíti és használja ezeket a játékszereket. Bízunk abban, hogy iskolánk névadójának szellemisége méltóképpen jelent meg ebben a hétköznapi órában kiragadott jelenetben. Szeretettel köszöntöm vendégeinket,
abból az ünnepi alkalomból, hogy iskolánk 10 éve vette fel Varga Tamás matematika tanár nevét. Külön tisztelettel köszöntöm a megjelentek között Hegedűs Zoltánt, Hódmezővásárhely megyei jogú város alpolgármesterét. Balázs Józsefet, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatóját. Bátoriné dr. Licska Anikót, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ szakmai vezetőjét. Páfalvi Józsefné, nyugalmazott főiskolai docensasszonyt. Dr. Szitányi Juditot, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanító és óvóképzőkar matematika tanszékének adjunktusát. Dr. Pintér Klárát, a Szegedi Tudományegyetem pedagógus képzőkarának főiskolai docensét. Valamint Dr. Szalai István címzetes egyetemi tanárt. Ünnepi megemlékezésünkön szeretném felkérni Hegedűs Zoltánt, Hódmezővásárhely megyei jogú város alpolgármesterét, majd Balázs Józsefet, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ igazgatóját, és végül Farkas Zsuzsanna intézményvezető asszonyt arra, hogy köszöntse a megjelenteket. Tisztelt igazgató úr, igazgatóasszony, kedves pedagógus kollégák, kedves vendégek, kedves gyerekek! 40 évvel ezelőtt, 5-esként léptem át ezt a küszöböt, és akkor azok a fenyőfák, amik már nincsenek a ház előtt, azok ilyen emberformájak voltak, és ez a nagyon szép fa is lényegesen kisebb volt. Mondhatnám azt, hogy nem változott a semmi se, de ez nem igaz, hiszen ez az épület is nagyon sok változáson ment keresztül. Hódmezővásárhely városa úgy gondolja, hogy a legjobb befektetés az, hogyha a gyerekeinkbe, az ifjúságba, az ő tanításukba, képzésükbe fektetünk be. Ennek több módja van, az egyik talán legfontosabb, hogy megfelelő legyen a környezet. Ezért különböző pályázatokon keresztül épült és szépült az iskola, sőt bővült is, hiszen amikor én ide jártam, akkor még csak 2 szintes volt, most már 3 szintes. Természetesen nem csak a Varga Tamás Általános Iskola bővült és szépült, hanem az összes intézményünk, és Vásárhelynek az a terve, hogy 2020-ig Hódmezővásárhely összes oktatási nevelési intézménye a bölcsödétől a középiskolákig mind felújításra, megújításra kerül, hogy 21. század színvonalán tudja szolgálni az oktatás nevelés. Az, hogy egy iskolában rendben vannak az infrastruktúrális körülmények, ez egy része a dolognak. A másik fontos része az, hogy mi történik a falakon belül. 10 évvel ezelőtt Hódmezővásárhely hozott egy olyan döntést, ami nem csak Magyarországon, de Európában is egyedülálló volt, amikor úgy döntött, hogy a szegregációt megszünteti, és egy integrációs rendszer képítésével megad minden gyermeknek esélyt, olyan esélyt, ami mindenkinek egyforma, egyenlő, annak érdekében, hogy kibontakoztathassák azok a képességeiket, amelyek bennük rejlenek. Ennek az egyik iskola példája, ez az iskola is, amely ennek a folyamatnak részese, sőt az egyik fontos részese volt. A integrációnak persze nem az volt a célja, hogy legyen szürke iskola mint, hanem az volt a célja, hogy legyen minden iskolának saját arculata. És az én egykori iskolám, az én nagy boldogságomra, úgy döntött, hogy ez legyen a matematika. Most így hallgatva persze ezt a matematika órát, elgondolkoztam azon, hogy mennyire jobb lett volna, és talán az osztálytársam is jobban élvezték volna a matematikát, mint tanul a kockás füzet mellett. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés és bölcs döntés volt. És most látom ezeket a gyerekeket, lehet élvezni a matematikát. És az a módszer, amit Varga Tamás letett, amit tanítanak ugye a pedagógus képzésben, az egy olyan módszer, amely fel tud az embert lelkesíteni a matematikát. Az emberek többségben a matematikát, hogyha meghallja ezt a szót is, már elkezd a hátul útbőrözni, miközben ez egy nagyon izgalmas és szép dolog, és lehet ezt játékosan úgy tanulni, hogy aztán úgy érzi az ember, hogy ez hasznos dolog, sőt a mindennapjában is tudom hasznosítani, tudom használni.
Én ehhez a munkához kívánok további nagyon sok sikert, gratulálok az iskolának és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen! Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt intézményvezető asszony, intézményvezető kollégák, kedves pedagógus kollégák, kedves diákok, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Hódmezővásárhelyi Barta Tomás Általános Iskola névadójának tiszteletére szervezett ünnepi megemlékezésen és konferencián. Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani mindannyiunk nevében Farkas Zsuzsanna intézményvezető asszonynak a megtisztelő meghívásért, hiszen úgy gondolom, hogy mindannyian egy ilyeményszerű matematika órának lehetünk részesei, talán olyan formában, amilyen formában a matematika órát egy pár évtizeddel ezelőtt végezvén még nem is ismerhettük. Sokan őszinte meggyőződéssel hangoztatják, hogy egy egész élet alázattal végzett és áldozatos munkáját nem lehet szavakkal vagy bármilyen elismeréssel méltón megköszönni, azonban úgy gondolom, hogy kötelességünk megemlékezni azokról, akik fáradtságot és időt nem kivélve törekedtek arra, hogy a legjobbat hozzák ki másokból. Ilyen egyéniség volt Varga Tamás is, aki elhivatott pedagógusként új pedagógiai módszereken dolgozott, többet magával alapelveket tökéletesített, és egyik legmeghatározóbb célként tűzte ki azt, hogy feszült érdeklődéssel és izgalommal töltse meg száraznak ítélt számtanórákat. Varga Tamás hitte és vallotta, hogy az örömet nem csak az eredményben kell megtalálni, hanem a folyamatban is, ezért a későbbi munkájának vezérfonalaként arra helyezte a hangsúlyt, hogy diákjaival megszerettesse a matematikát. Annak érdekében, hogy ez sikerülhessen, az 1960-as években egy munkacsoportot hoztak létre, ami az első komolyabb sikereket is meghozta számukra. A Varga-féle módszer terjesztése során arra a felfedezésre jutott, hogy a diákok tanulási folyamatát olykor a kudarc kíséri, és a sikertelenség súlya nehezedik ifjú vállaikra. Forradalmi változtatásai nem pusztán karizmatikus személyiségében, hanem kreativitásában, rugalmas gondolkodásmódjában és kiemelkedő problémafelismerő képességében rejlettek, amelyet legjobb tudása szerint igyekezett átadni tanítványainak. Számos könyve nem csak diákjai körében, de szakmai körökben is meghozta számára a méltó elismerést. De ki ne találkozott volna közülünk is a népszerű Algebra vagy a Játszunk Matematikát című könyveinek valamelyikével. Örömmel láttam, hogy intézményvezető asszony szobájában is ezek a művek megtalálhatóak. Számos hazai és nemzetközi elismerés és díj is fémjelzi munkásságát. Az 1954-ben megítélt Pekemanó díj, az 1972-ben kapott miniszteri dicséret és a kiváló munkáért díj csak néhány azon elismerések között, amelyet még életében magáénak mondhatott, de halála után is elismerték munkáját és posztumusz kitüntetésben részesítették, mint például a Világ igazadíjjal vagy a Magyar Örökségdíjjal. Tartalmas és kiemelkedő életútja volt az, amely arra predesztinálta, hogy Hódmezővásárhely mennyijogú város grémiuma egy évtizeddel ezelőtt úgy döntött, hogy iskolát nevez el róla. Az akkori célkitűzések arra irányultak, hogy Varga Tamás szellemi hagyatékát ápolják, és a múltból a jövőbe lépve módszereit tovább örökítsék az utókor számára, nem utolsó sorban az iskolának egy egyedi profilt kölcsönözve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, öröm számomra, hogy ma itt lehetek, és köszönhetem Önöket ezen a jeles napon. Ahhoz, hogy a jövőben előre haladhassunk, kötelességünk emlékezni a múltra, és arra, hogy a matematika tanulás mozgató erejének felfedezés izgalmának kell lennie, nem pedig annak a kétes értékű célnak, hogy másoknál jobb osztályzatokat kapjunk, vagy valamilyen díj dicsőségében sütkérezzünk. Kívánom, hogy a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola ebben a családias körben, amelynek mindannyian szemtanúi lehettünk, a következő sok-sok évtizedben és évszázadban is egy olyan otthont adhasson a matematika tanulmányoknak, amellyel gyerekeket szeretetteljes környezetben, matematikát szeretve folytathatják tanulmányokat.
Varga Tamás személyiségében. A fenntartó részéről én nagy örömmel fogok minden egyes ilyen rendezvényre jönni, és nagy örömmel fogom nyomon követni az intézményben folyó munkát, hiszen én úgy gondolom, hogy mindannyira számára élmény gyűjt. Nagyon szépen köszönöm, hogy tisztelt. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeim! A Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola nevelőtestülete és diákjai nevében szeretettel köszöntöm ünnepségünkön megjelenőket. Külön köszöntöm alpolgármester urat, igazgató urat, igazgató helyettes asszony, köszöntöm előadóinkat, intézményvezető társaimat, más intézményből érkező pedagógus kollégákat, volt kollégáinkat, köszöntöm a kedves szülőket, hozzátartozókat. A névválasztásban nincsenek véletlenek. Mindig tudatos, átgondolt és nagy felelősséggel járó feladat. Akarjuk, hogy a név igazodjon a személyiséghez, és egyszer csak úgy alakul, hogy a személyiség olyanná válik, mint a név. 10 évvel ezelőtt az itt dolgozó pedagógusok, diákok és szülők együttesen úgy döntöttek, hogy Varga Tamás személye jelenti azt a szellemiséget, gondolkodásmódot, értéket, amely összeköt bennünket. Hogy ki is volt Varga Tamás? Egy olyan pedagógus, aki az egész életét a matematika tanítás fejlesztésének szentelte, olyan matematikai segédeszközök köthetők a nevéhez, mint a logikai készlet, amit ma is használunk, és amely ebben az intézményben a LEGO iskolai alkalmazásának kiegészítő eleme. Varga Tamás fontosnak tartotta, hogy a tanulás örömszerző tevékenység legyen, tele játékkal, izgalommal, tapasztalással. Véleménye szerint a matematika az emberi szellem szabad alkotása, tele van esztétikummal, művészettel. Varga Tamás iskola pedagógusai ezzel a gondolatkörrel azonosulnak, a játékos tevékenykedtetés, a tapasztalás öröme, a felfedezés csodája a diákok hétköznapi munkájának része. Arra törekszünk, hogy a napi tanítási gyakorlatunkban folyamatosan beillesszük a modern pedagógiai módszertan, a kooperációt, a kreativitás fejlesztését, a modern informatikai és kommunikációs eszközök használatát, a projektmunkát, a tanórán kívüli oktatási programokat, a tevékenykedtetésen alapuló tanulást. Iskolánkban, a figyelem központjában a tanulóban, akit nem csak tanulóként, hanem emberként is igyekszünk minél sokoldalúbban megismerni. A Varga Tamás iskola élettelteli, barátságos, jó hangulatú iskola, ahol vidám diákok és egymással kollegális viszonyban együttműködő tanárközösség dolgozik. Jellemző ránk, hogy mindig többre vágyunk, minden nap újat akarunk mutatni a gyerekeknek a világ dolgaiból, és mi is folyamatosan tanulni szeretnénk, egyre jobbak szeretnénk lenni. Minden pályázati támogatási lehetőséggel élünk, ezért ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni Hódmezővásárhelyi Tankerti Központ igazgatójának, munkatársainak, Hódmezővásárhelyi Megyeróváros önkormányzatának, a szülőknek, az intézményi tanács tagjainak, hogy elképzeléseinket, álmainkat, vágyainkat mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatják, munkánkat elismeréssel jutalmazzák. Iskolánkban minden nap ünnepelünk. Ünnepeljük a jó szót, a bíztatást, a közösséget, hiszen Márai Sándor gondolataival élve az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel. Már feltette ezt a kérdést. A ma megjelent iskolaújság hasábjain is olvasható néhány érdekesség a híres matematikusról. Ám igazán hitelesen csak azt tud beszélni róla, aki személyesen is ismerte őt. Szeretném felkérni Pálfalvi Józsefné, nyugalmazott főiskolai docens asszonyt, hogy meséljen nekünk iskolánk névadójáról. Kedves gyerekek,
valamennyi megjelent, itt megjelent kedves vendéget. Nagy örömmel köszöntök én is, és köszönöm ezt az igazán megtisztelő és örömteli alkalmat, hogy itt lehetek, itt a ti körötökben. Már bocsánat, hogy itt letegezek mindenkit, azt hiszem, hogy itt mindenki minimum az unokámmal elvégy unokám lehetne. És a megtiszteltetés mellett igazán öröm, hogy beszélhetek Varga Tamásról. Azzal szeretném kezdeni, hogy ahogy készültem, gondoltam, hogy próbálok egy pár diát is azért készíteni, hiszen nagyon sok mindent kellene elmondani Varga Tamásról, hogy világos legyen minden, hogy ki is volt ő, és talán egy pár adatot jobban látunk, hogyha látunk is, és hallunk is, nagyon remélem, hogy mindjárt látunk is. Az, hogy ki volt ő, nem könnyű bemutatni. Szerencsére rábukkantam egy olyan írásra, amit a szép szavú makói mestertanár, Tatár István tett közzé. Tatár István az egykori Szendrei Bizottság tagja volt, itt talán a gyerekek ezt nem értik, de kollégák igen, hogy ez mit jelent. Minden esetre ő pályatársa volt Varga Tamásnak, és ezt mondta egy interjúban. Tehát Tatár Istvánt idézem, az a következő diát meg is jelenik majd. Így mondta a Tatár István, hogy ki is volt ő? Egy kiváló matematikus, egy szerény ember, egy rendkívüli képességekkel rendelkező tanár, egy nyugtalan kutató, környezetének és barátainak tanácsait mérlegelő és elfogadó. A matematika tanítás korszerűsítésének rögös útján kimagasló érdemeket szerző alkotó Európában, és azon kívül is elismert pedagógus. Tehát valóban Varga Tamás a magyar matematika tanítás világszerte elismert, kiemelkedő egyénisége volt, aki hát élete folytán gyakorlatilag a 20. századot végigélte nagyjából. Ugye tudjuk, hogy 1919-ben született, és 1987-ben halt meg. Fontos a Varga Tamás családjáról is szót ejteni. Varga Tamás Kunszent Miklóson született, az édesapja református lelkész volt, az édesanyja író volt, de közben egy olyan családban született bele, ahol 7 gyermeket neveltek a szülők, és amellett, a saját hivatásuk mellett rendkívül széleskörű érdeklődéssel rendelkeztek, szerették a tudományokat, a kultúrát, a műveltsége, és ebben nőtt föl Varga Tamás is, és Varga Tamás testvérei is. Most hadd hivatkozzak arra, hogy az igazgató asszony meghívóján szerepel a Magyar Örökség díjnak a ajánlása, és ebből az ajánlásból én is szeretnék idézni egy mondatot, csak azért, mert erről a bizonyos családról, tehát a Varga Tamás családjáról senki sem beszélt olyan szépen, mint éppen Gazda István, aki a Varga Tamás Alapítvány indítványa alapján felterjesztette nem csak Varga Tamást, hanem a testvéreit is a Magyar Örökség díjra. És itt láthatjátok, amit mi ott a Magyar Örökség díj átvételekor hallottunk mérőbe, így mondta Gazda István: a Varga testvérek édesanyjuk sok szép szavát igyekeztek megörökíteni életükben. Zárójelre mondom édesanyjának, Magai Máriának az életéről. Varga Domokos írt egy olyan könyvet, aminek az a címe, hogy Édesanyám
sok szép szava. Tamás arra kért bennünket, hogy játsszunk matematikát. Mindenki érti ezt, ugye? Balázs arra, hogy játsszunk a szóval. Varga Balázs ismert nyelvész volt. Varga Domokos pedig arra figyelmeztetett, hogy nem születtünk szülőnek, de a szülőnek megtanulható. Varga Domokosnak is 7 gyereke volt. Amellett mérnöki és írói és egyéb képzésben is részesült. Visszatérve Varga Tamásra, tehát ő ebből a családból, ebből a környezetből indult, és nézzük tovább a iskoláit. Szent Miklóson járt iskolába, ott végezte a középiskolát, és ott érettségizett is. A Szent Miklósi, még itt nem tartunk, ahol a dia tart, de majd mindjárt eljutok oda, a Szent Miklósi középiskolában meg lehet nézni az iskola értesítőjében, hogy mit írt a Varga Tamásról, és ezt talán a gyerekeknek is mondom, hogy igen, Varga Tamás kiváló tanuló volt, kiválóan érettségizett, és ez annak volt tudható, nem csak az ő nagyon jó adottságai, okossága, hanem a képzettsége és a széles körű érdeklődése. Tehát olyan érdekesen ír a saját önéletrajzában, hogy mi minden érdekelte az angol nyelvtől a gyorsírásig, és azt is tudjuk, hogy a matematika felé a középiskolai matematika lapok, mert hiszen már akkor is volt középiskolai matematika lapok, talán hallottátok, hogy az több mint 100 évre működik, és segíti a matematika tehetségképzést. Nos, Varga Tamás azt mondta, hogy akkoriban mi az iskolában készen kaptuk a megoldási módszereket. Megtanultuk a szabályokat, és ezeket alkalmaztuk. Viszont a lap feladatain gondolkodni kellett, és ezt írja Varga Tamás, hogy ezt ő sokkal jobban szerette. Igaz, hogy törte a fejét ezeken a feladatokon, sokszor hetekig, de ha megoldotta, az nagy igazi sikerélmény volt, és azt mondja, hogy be is küldte a megoldásokat, és ha a dolog úgy végződött, hogy a feladat megoldó között jó szerepel, akkor megjelent a képe az újságban. Ez mind a mai napig így van, de hát aki jól dolgozik a Kömalba, vagy most már a Kömal kis testvérébe, az Abakuszba, annak bizony megjelenik a képe, és ez tényleg nagy dolog volt. Nos, az érettségi után az egyetemen, a Pálymány Péter Egyetemen matematika-fizika szakon tanult tovább tanár, középiskolás tanári diplomát szerzett. Ez a Pálymány Péter, Budapesti Pálymány Péter Egyetem, ez tulajdonképpen a mai Eötvös Loránd Tudományegyetemnek az elődje. Ott tanult. Azért nem nagyon ismerik főleg a gyerekek az akkori kor neveit talán, de a kollégák bizonyára értik, hogyha azt mondom, hogy Fejér Lipót volt az a akkor már világhírű professzor, aki felfigyelt Varga Tamás tehetségére, és segítette a munkáját, bevezette őt a tudományos kutatásba, gráfokkal és geometriai problémákkal foglalkozott, és fontos tételeket is alkotott Varga Tamás, és éppen Fejér Lipót támogatásával olaszországi képzésre is eljutott. Ha most itt a dátumokat nézitek, hol is tartunk? 40-es évek elején. Mi is van akkor? Történelem, gyerekek. Hát a második világháború zajlik, gondoljatok bele. Ekkor volt egyetemista, Varga Tamás, illetve fiatal ember, és bizony behívták a katonának. Problémák voltak, betegség is volt, több helyre helyezték. A dolog lényege az, hogy katonaként eljutott Fertőszent Miklósra. Hol is van Fertőszent Miklós? Hát az ország nyugati oldalán, ugye Fertőtől közelében, de ott van Balf. Történelem, mi is volt akkor? Balf mellett az SS létesített internálótábort, ahol bizony rengeteg ember tartottak fogva, akik aztán ugye többségükben meghaltak,
Varga Tamás igazi kalandos, regénybe illő módon, mint fiatal katonatiszt néhány barátját megszöktette internáló táborból. És ennek tudható be, hogy később, 2012-ben az megkapta az úgynevezett Yad Vashem, az igazak, világigaza díjat, amit persze már akkor Varga Tamás nem érhetett, tehát posztumusz, ugye az azt jelenti, hogy halála utáni díjként kapta meg. Aztán ugye ekkora már végzett az egyetemen, katonaságon is túlesett, és ebben az időben kezdett a módszertan felé fordulni az érdeklődése, és az első számú fontos dolog a számára az volt, hogy minél előbb tanítson, tehát konkrétan találkozzon a gyakorlattal, a gyerekekkel, iskolával. Először szülővárosában tanított, Budapesten is tanított, viszont annyira jól képzett volt, és annyira igyekezett a matematika tanításában már akkor a helyzeten javítani, törekedett újdonságokra, nagy ötletei már akkor is születtek, és a másik szempont, hogy bekerült abba a tudományos közegbe, ahol az akkor élő legnagyobb matematikusok, Rényi Alfértől, Surányi Jánosig próbálták a háború utáni Magyarországban rendbehozni a magyar oktatásügyet, és ezen belül a matematika tanítását is. Ugye akkor mit lehetett csinálni? A háború nagyon nagy pusztításokat végzett, nyilvánvaló megpróbálták a háború előtti dokumentumokat elővenni, és azt megfelelően átdolgozni. Ez egy nagyon nehéz munka volt, hiszen talán történelemből mindenki tudja, hogy a II. Világháborút követő években hatalmas társadalmi és történelmi változások mentek végre Magyarországon is, de világszerte is. És akkor jött létre az egységes 8-osztályos általános iskola, korábbi sok különböző iskola típusból állt össze ez a fajta iskola. Ennek nyilvánvalóan ki kellett alakítani egy új oktatási rendjét, egy új tantervet, új tankönyvet, és ebben Varga Tamás nagyon is határozottan és aktívan közreműködött, de megjegyzem, más igazi, nagy, világszerte ismert matematikusokkal együtt. Ennek is köszönhető volt, hogy bekerült pedagógiai intézetbe dolgozni, bekerült minisztériumba, és egy csomó ugye, tankönyv és dokumentum ebből az időből már született az ő kezéből. Az 50-es években szerintem, igen, szerintem itt mehetünk egy lépéssel tovább, bekerült az Eötvös Loránd Tudományegyetem módszertani előadója lett, de közben ő a minisztériumban, illetve a pedagógiai annak megfelelő jogelődjében már dolgozott. És itt hát hadd említsem meg személyemet, hogy én a 60-as évek elején voltam egyetemista, és arra lehetőségem volt, hogy Varga Tamás előadásait az egyetemen látogassam, és akkor találkoztam először életemben azokkal a játékokkal, amik egy része nektek már itt természetes. Azt nem vagyok benne biztos, hogy minden játékkal dolgoztok-e itt. Például volt egy nagyon érdekes játék, a DNS-féle kockák. A DNS-féle kockák, DNS Zoltán Pál, szintén egy magyar neves matematikus és matematika didaktikus volt, aki olyan eszközt szerkesztett, ami azt a célt szolgálta, hogy a helyi érték fogalmát könnyű legyen megérteni, és Varga Tamás úgy képzelte, és hát Diana Zoltán Pállal együtt ők jó barátok voltak, úgy képzelték, hogy a helyi értéket, tehát a 10-es számrendszerben a helyi értéket akkor lehet jól megérteni, ha látjátok azt, hogy van másmilyen is. És a kockák úgy készültek el, hogy 2-es számrendszer, 3-as, 4-es számrendszer, egész rendszerét lehetett a kockákat.
Nos, ha lépjünk tovább, tehát azt akartam itt érzékeltetni, hogy Varga Tamás nagyon hamar bekapcsolódott a mozertani hát fejlesztési tevékenységbe. Mi eljutottunk odáig, hogy a nemzetközi kapcsolatai is bővültek. Megjegyzem, a Dienes Zoltán Pál, akit az előbb említettem, az ugye a magyar mutató volt, de külföldön ért, és nem olyan rég halt meg, tehát majdnem 100 évet élt, a matematika mágusának nevezték, Kanadában Klein Sándor dolgozott vele együtt. Ezek a nevek talán nem mindenkinek mondanak valamit. Még mindig szeretnék a történelemre egy picit visszautalni. Miről beszélek? 50-es évek és 60-as évek eleje. Mi volt akkor a nagy világban? Hát talán tudjuk, hogy az 50-es évekhez kötődik az úgynevezett hidegháború korszaka. Tehát nem csak, hogy túl vagyunk a második világháborún, megszenvedtük, sokan meghaltak, elpusztultak, házak, könyvek, minden, hanem ráadásul kialakult egy olyan világrendszer, amiben két központi hatalom küzdött egymással, és az egész világ reszketve figyelte, hogy küzdjenek, csak ne ágyukkal és fegyverekkel, hanem maradjon hideg ez a háború. De mégiscsak azzal járt, hogy a két nagy hatalom, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió, és az egész világ betagozódott ebbe a két központ köré, hát fegyverkeztek. És a fegyverkezésbe hozzájárult, hogy meg akarták hódítani az űrt is. És itt mondom a gyerekeknek, hogy igen, gyerekek, 1950-es évek előtt szó nem volt arról, hogy az ember meghódítja az űrt. 50-es években pontosan ennek a szembeállásnak köszönhetően kellett a küzdelem, mert vívott a két szembeálló fél, hogy ki lesz az első az űrben. Hát kérem szépen, 1957-ben, október 4-én a Szovjetunióba fölbocsájtották az első Sputnikot. Mi az a Sputnik? Olyan égitest, mesterséges égitest. Ettől az USA-ba megijedtek, és azt gondolták, hogy hoppá, miért van előttünk a Szovjetunió? Bizonyára azért, mert jobban tanítják a matematikát. Persze ennek hosszú lépcsőzetes logika vége, hogy ekkor az egész világon, főleg a nyugati országokban gőzerővel nekiálltak a matematikát fejleszteni, persze ez történt a Szovjetunióban is, és hát mi éppen véletlenül a Szovjetunió köréhez tartoztunk, de szerencsére nekünk voltak világhírű matematikusaink, és volt egy Varga Tamás, aki ennek az óriási fejlesztésnek az első adatai, miután 6 nyelven perfekt volt, beszélt, rögtön látta, és behozta ide hozzánk, és az együtt dolgozó munkatársakkal a magyar helyzetre tudta adaptálni. Nos, hát ezek után, az előzmények után kezdődött el, volt egy nagy nemzetközi konferencia, amit szintén Varga Tamás tiszteletére Budapesten rendeztek, ő maga állította össze a programot, és utána a konferencia után ő írta meg a konferencia kötetet, meg annak alapján egy nemzetközi tankönyvet. És ennek a konferencia anyagára indult el az úgynevezett komplex matematika tanítási kísérlet 1963-ban, ami 11-12 év alatt egyre szélesebb körbe terjedt, és azok voltak az alapelvei, amiket ti bemutattatok, elmondtatok. Talán egyet még hangsúlyoznék itt, főleg a tanító kollégák kedvéért, hogy a módszerek mellett nagyon-nagyon alapvető gondolat volt az is, hogy a tartalom is bővül a korábbihoz képest. Persze nem úgy bővül, hogy na most akkor minden órán többet tanulunk, hanem úgy, hogy valahogy úgy építjük fel a matematikát a gyerekek fejébe, hogy a kisgyerektől az egyetemistáig fejlődjön, bővüljön, mélyüljön az a matematikai fogalom, amikben például a függvényfogalom
és benne volt abban, amit ti játszottatok itt, vagy benne volt a számelmélet abban, amit ti játszottatok itt, és mindaz benne volt, amit ma játékosan, eszközökkel, szépen a tanáraitok vezetésével bemutatjátok, hiszen Varga Tamásnak pontosan az volt az alapelve, hogy már kisgyerekkorba el kellett venni a matematikát, de hogy? Hát úgy, hogy öröm legyen, hogy akármilyen komoly is az a fogalom, érthető, világos, és lehetőleg jól érezze magát a gyerek az órán. Köszönöm szépen! Ünnepségünk végén szeretnénk szimbolikusan átadni ezt az emlékfalat. Egy olyan emlékfallal szeretünk volna tisztelegni névadók előtt, amely az aktivitás, az élményekkel teli iskolai életet jeleníti meg. A fotómontás képein a színes, változatos programjaink jelennek meg. Bízunk benne, hogy az idejárók, illetve járgyerekek a felfedező tanulás örömét viszik magunkkal. Büszkék vagyunk munkánkra, gyermekeinkre, arra, hogy Varga Tamás szellemiségét ilyen módon tudjuk továbbvinni, és ilyen módon él iskolánkban. És akkor egy falagvágással ezennel emlékfalat átadjuk iskolánkban. Thank you.
hétvégét kívánok, kedves vendégeinket, kedves invitáinkat is vendéglátásra. Köszönöm szépen, nagyon ügyesek voltak.